támpórás, szájkosár, de elsősorban száraz ereség van egyébként, nem csak kutya, hanem cica száraz ereségünk is van. Eddig több mint 1000 kg táp gyűlt össze a hévízi termelői piac és a helyi és környékbeli állatvédő szervezetek gyűjtésében. Az adományok a beregszászi bundás második esélymenhelyre kerülnek. A piac a 11 éves fennállása óta elsősorban az állatmenhelyeket támogatja, így nem volt kérdés számukra a segítségnyújtás. Így jött az ötlet a környékbeli és a piacos állatvédőktől, hogy a háborúra való tekintettel az Ukrajnába szabadon engedett és elhagyott kutyákon segítsünk, amit a beregszászi, a legközelebbi állatmenhely, a beregszászi menhelyre óriási terhet jó. Ugye rengeteg ember átjött, menekültek, több millió menekült átjött, ezeket az apróbb ölebeket, ezeket elhozták magukkal, az ilyen házi kedvenceket, de rengeteg kutyát, ilyen házőrző kutyákat csak úgy egyszerűen szabadon engedtek. Ez óriási terhet ró a környékbeli menhelyekre az etetést, az ellátás szempontjából. Az adományokat Benkő Lajos és a piac egyik munkatársa juttatja ki Ukrajnába. A papírok beszerzését követően szombat éjjel indulnak útnak a szállítmánnyal. A száraz és konzerv kutya és macskatápok mellett édességeket is visznek a helyi gyerekeknek. A menhelyjel való kapcsolattartás folyamán derült ki, hogy közelben van iskola, óvoda, és ott is rengeteg menekült gyerek van, aki Ukrajnának a keleti részéről jött. Gondoltuk, azoknak is viszünk egy kis édességet. Szombat délelőtt a termelői piacon leadhatják még adományaikat, akik támogatnák a beregszászi állatmenhely négylábúit. Legnagyobb szükség száraz és konzervtápra lenne. Édességgel pedig a helyi gyermekeket támogathatják. Segítsünk, hogy ebben a rendkívüli helyzetben is támogassuk a rászorulókat.